Hol? A gép is több helyen megsérült, délután 17:30 körül vette észre a pilóta, hogy valami baj van a motorral. Teljesítmény csökkent, kihagyott a motor, reménykedtem benne egyébként, hogy visszajön a fordulat, próbáltam gázt mozgatni, illetve folyamatosan ilyenkor az ember nézi azt, hogy hova lehet biztonsággal letenni a gépet. Sajnos ilyen területet nem találtam, úgyhogy egyre vesztettük a magasságot, és egyre szorultabb volt a helyzet. Kömpös településtől másfél kilométerre egy mezőre akart leszállni, de a lemenő nap elvakította, ezért nem látta a villanyvezetéket. Hát egy nagy csattanás hallottam, aztán amikor megfordultam, akkor láttam már, hogy itt ereszkedett lefelé. A juhász látta a kényszer leszállást. A fara az így függőlegesen állt az ég felé. Akkor visszacsapódott, utána jöttek ki a mesterek belőle. Azt a nagy feszültségű villanyvezetéket szakította le, amely ellátja a 800 lakosú települést árammal. Akkor értesítettem a Démászt, hogy nincsen áram, akkor azt mondták, hogy valami kis repülő neki ment a kettes betápláló egységnek. Kömpöcön 4 órán keresztül este 9-ig nem volt áram. Helyi látványosság lett a gép. A pilóta túlélte tulajdonképpen? A pilóta jelentette a balesetet a légügyi hatóságoknak, és hazament, ahogy ilyenkor szokás. A rendőrség másnap megkereste. A lajstrom szám alapján megtaláltuk, hogy ki a pilótája a repülőnek, és ki is hallgattuk természetesen, majd a mai nap folyamán megtaláltuk az utasát, és egybehangzóan elmondták a történteket. Kiderült, hogy a pilóta Kohajda László képviselő, polgárőr, gyakorlott pilóta, több mint 3 éve repül. Voltam azt, hogy a rendőrséget is értesítenem kell, hiszen az a hatóság, aminek nekem jogszabály előírjához szólnom kell, annak szóltam. Azóta nem is találkoztam, és nem is szembesítettek engem olyan jogszabállyal, hogy a rendőrséget is hívni kell ilyenkor. Itt nem közúti baleset történt. Saját gépével a levegőből is rendszeresen figyeli a térséget, mint polgárőr. Ő vezette be az úgynevezett kistérségi légi megfigyelést. A gépet délutára szétszették és elvitték. A rendőrség eljárást indított, vizsgálja, hogy hibázott-e a pilóta.